Azért vagyunk itt, hogy megtudjuk azt, hogy ha az a cselekmény, amelyben itt gondolok elsősorban a negyedrendű vallomására, amely lényegében beismerésre került azt, hogy milyen cselekmény követett el a vádlott törzsben terhelt, valójában meg lehet-e az, milyen tudati tartalommal követte ezt a bűncselekményt, meg lehet-e állapítani azt, hogy az ő tudata, amikor ezt a cselekményt elkövette, akkor mit látott át, és a cselekmény során mi motiválta őt. Azt, hogy ezt megtegyük, meg kell vizsgálnunk magát a cselekményt természetesen, de meg kell vizsgálnunk az előzményeket is, mert azt gondolom, hogy a motiváció szempontjából ez mindenképpen jó. Tudjuk azt is, védő kollégáim már a védőbeszédből is hivatkoztak rá, hogy én is megtettem. 2009 végét írjuk, amikor a Magyarországon soha eddig elő nem forduló gyilkosság sorozat, a gyilkosságot gondolok természetesen, folyamatban volt, illetve hát azt gondolhattuk, és egyébként ez be is igazolódott, hogy a végéhez ért. Nagyon sok olyan bűncselekmény történt ebben az időszakban, amelyik azt gondolom, hogy mindenféleképpen kimondhatjuk, hogy mindenki abban bízik, hogy ilyen soha többet nem fogunk. Kifejezetten azért gyilkoltak meg embereket, mert ezek az emberek valamilyen másik csoporthoz, másik fajhoz tartoztak. Ebben az időszakban a roma közösségben, és mondom, ez hosszú időszakot ölel fel, folyamatos félelem volt. Félelem attól, hogy ők is áldozatok lehetnek, félelem attól, hogy a családtagjaikat nem csak könnyed fizikai, hanem kifejezetten halálos kimenetelű azocitás fogja. Ez a félelem folyamatosan jelen volt a vádlottak, illetve a vádlottak közösségében is. Volt ezen túl pedig, ezen közvetett fenyegetettség érzésen túl közvetlen veszély is, miszerint utólag kiderült, hogy milyen csoportok, de hát akkor sem volt igazából kérdéses, hogy milyen nézetű csoportok gyülekeztek a környék. Ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy mindenki egy dologra koncentrál, hogy saját maga életét, saját maga testi épségét, és természetesen a családja testi épségét valamiképpen megvédelmezni. Nézzük meg azt, hogy a két cselekmény között a 174. paragrafus B törvényhely, illetve, amit már ugye említettem a védőbeszédemben, és nyilvánvalóan a felelőzés is erre irányult, a garázda jelenlő magatartás között mi a különbség? Az a különbség a kettő között, hogy mi motiválja ezt a bizonyos eltörlést. Én azt gondolom, és azt állítom, és ebben kell a tisztelt ítélőtáblán állásfoglalnia, hogy az a fajta magatartás, amit a negyedrendű vádlott és egyébként a vádlottak elkövettek, nem hozható fedésbe a közösség tagja elleni erőszak büntetőt. Nagyon rossz módszert választottak annak érdekében, hogy ezt a támadást, ezt a vélt támadást elhárítsák. Oda mentek és ütötték az autót. Ilyen jellegű cselekményt nem szabad elkövetni. Az ilyenfajta cselekményt a törvény bünteti. Ezt úgy hívják, hogy garázdaság, és egyébként úgy is hívják, hogy rongálás. Ezért az elkövetőknek a büntetéseket meg kell kapni. De nem kell azért nekik büntetést kapniuk, ami az ő gondolataikban, az ő agyukban nem fogalmazott meg. A törvény alkotó célja az volt, hogy azokat a kisebbségeket, akik egyébként hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, egyébként megvédik. Az elsőfokú ítélet pontosan ezzel szerint. Tekintettel arra, hogy a negyedrendű vádlott elismerte azt, hogy mit tett. De azt gondolom, hogy vele szemben a 174 végparagrafus nem alkalmazható, minősítse ezt a bizonyos cselekményt garázdaságnak és rongálásnak, és az ítéletet ennek megfelelően változtassa. Köszönöm.